Hoppá, ki ez az arc? Megismered Magyar Péter kampány furgonja mögött? Ő a Piramis játék egyik főszereplője, Deák Boldizsár, aki a mai napig a baloldali messiás belső munkatársa. Mindenhova követi a főnökét, akinek korábban átadta a Tisza pártot. A 8 milliárdos Piramis játék kulcsszereplője próbál rejtőzködni, de Magyar Péter minden fontos rendezvényén ott van, a Metropol fotósai elcsípték. Egerben néhány méterre Magyar Péter furgonjától egy presszó teraszán ülve irányította az eseményeket. A szervezők folyamatos jelentettek neki. Ő az a Deák Boldizsár, aki luxus életet él abból a pénzből, amit a Piramis játékban 1200 embertől csaltak ki. Eltűnt 7 milliárd forint, sok tettes rács mögé került. A fegyházból szabadult ki Sájer Mária is, Deák Boldizsár egyik tettes társa, aki nem más, mint Magyar Péter újdonsült anyósa. Sájer és Deák szorosan együttműködtek a Piramis játék csalásai során, aztán nemrég felajánlották Magyar Péternek a Tisza pártot. Íme a Piramis játék vezérkara. A 4 éves fegyházbüntetésből szabadult Sájer Mária, Deák Boldizsár a Piramis játék behetető embere, és Magyar Péter az élettársával, Evelinnel, aki Sájer Mária lánya. Kezdődik az új nagy Piramis játék immár a Tisza párttal.